Kérjük a fürge borít. Amilyen fürge? Te mondod, hogy igen. Ez az utolsó szín. Te mondod, hogy nagyon szomorú. Nagyon szomorú. Csak a te mondod, hogy nem. Semmi szín. Van egy fiam, 34 éves, és utána mondom, hogy két gyerek közötti, van egy kislány, aki 13 évvel fiatal, a fiam 34, a kislány 24 éves. A fiam 91 éves, elmegy Németország a feleségével, ő is. Van két kis unokám, a kislány is valami jár már, a kisfiú 3 éves. De egy évben csak egyszer lesz egy kétszer, ha a kívül gyengedik, és haza tudnak írni a sétra. Nem látom őket. Ők elmentek 91-ben, 94-ben pedig. Hát pillanatok alatt mondhatom, hogy 10 perc alatt elvesztettem a kérdélemet mutatból. 92. december óta nyugdíjas vagyok. Használom, nyitottam egy privát üzletet a malommal, kooperálva az ütelmékekkel állítottam, de nem igazán vált be a szalom politika, valahogy nem igazán megfelelő volt, és be kellett csúrnom, egyetlen voltam a kislányom Magyarországon, a kiskolában, akkor másodikos voltam, amikor az édesapja meghalt, és utána ment a középiskola, kint kezdte, jobban mondva így kezdte Adám, de csak Fém Eszter társas lehetett volna, és akkor elmentettük, hogy mégis nem neki való szakmunk. Tavaly fejezte be a középiskola, és ha arra gondolok, hogy 29 évig ott dolgoztam a munkálasztó hivatalban, aztán vannak olyan osztálytársaim is, akik tudják, olyan állatunk, olyan pozíciót töltöttek magunkat, de a kölcsönösen megbeszéltük, hogy amikor majd most te segíts, és amikor majd a te gyereked oda kerül, akkor én is segíteni fogok. Viszont ezekből már senki nincs egy olyan helyen, hogy tudna segíteni, mert biztos akarna segíteni, mert én is mindenkinek segítettem. Én úgy érzem, hogy ahol csak tudtam. Nagyon szomorúk. Tétem után egy éve a édesanyámat se elvesztettem. Most egyedül vagyok a kislányom. Most nem voltam se valami nagyon jobb ilyen. A szülői falunk kapárával. Már az is egy különböző. Hát amikor ismerős, kedves arcokat látok, akkor meg már az kisebb van még egy néhány családtagom, vagyok a testvéreim, igaz, hogy számosan vannak, sajnos én is nagyon ritka vendég vagyok a szülőfalomban, mert a legközelebbi rokonom a testvérem Adán van, és mintha Ada is ahol olyan messzi volna, mint a gyakorlatlában lenne, pedig hát itt van a szomszédban. És valahogy egy évben mondjuk egyszer Vincentkor, vagy nem tudom én, ha még egyszer sok kerül rám a gyerekem. Mikor a családi házból kiléptem, és édesanyám elkerült Adára a húgomhoz, én akkor fogadalmat tettem, hogy többet Abaz utcában nem lépek be. Meg is tartottam eddig ezt a magamnak tett ígéretet. Én nekem ez olyan fájdalmas dolog, hogy én nekem az az utca megmaradt úgy, ahogy elhagytam, olyan szépnek, olyan kedvesnek, és én nem szeretném újra látni ezt az utcát. Én az én emlékeimben győzem az utcát. Csak úgy hallom, mert talán én kíváncsi volt is valahogy talán egy 10-12 nappal ezelőtt, mentek le beobrázva, és a sofőrnek mondta, hogy egyszerűen van kanyarodjon beépete a sarkonban, illetve egy Párhuzamos utcába megyünk. Anyukám azt mondja, én amíg ismertem meg a saját házunkat, hogy hadonatújít házat építettek a környéken, szóval milyen fedő legalább jobb van, mint ha nem is lakna senki sem. Na hát akkor meg végképp elkeseredtem, hogy majd fel azért mennék oda, hogy lássam, nem. Na de beszéljünk szomorú dolgokról, itt is van az élet produkált eleget belőle, hallottunk is tőletek sajnos, hogy hallottunk szomorú híreket és szomorú eseményeket. Hát én most már, hogy elkerültem, annak éppen 35 éve,
és az életem egyik legnagyobb ajándéka ő volt, akivel találkoztam és a társa lettem. Három évig ápoltam őt, nem tudom mi a szörnyét. Azt, hogy pillanatok alatt veszítik el azt, akik a legközelebb áll a szívünkhöz, vagy hogyha három évig nézzük a halálát. Erre még nem adtam valamelyik választ, azt hiszem, hogy neked tizenőször. Azóta egyedül vagyok, mert az ő nyomdokában nem lőhet senki, ez az egyik. A másik, akkor annyira tönkre mentem, hogy a cukorbetegségről jutott mindjárt eszembe, hogy vicsekedett a Oli, hogy neki ennyi volt a cukorja. Nekem akkor 31 volt, és én is a kórházban kötöttem ki az ujjomba, és az kollégáim megbeszélték maguk között, hogy az Ilona utána megy a kutizálnak. Ez volt így az általánosan elfogadott, maguk között így eltöntötték. Hát, láttatok már nagyon sovány valakit, már akit Ilonának hívnak, és te Ilonak lány név, mert ugye 58 kiló voltam, ami hihetetlen, a saját árnyékon voltak csak, mentem az utcán, mentem, nem ismertem meg embereket, a közöttben mondogattam el, mert nem is láttam, mentem ilyen eltévejedettem, ilyen kábultam, és hát ez elmúlt egy, nem tudom, nem is sok idő, nagyon magamhoz tértem, napunknak a temetőt, az a reláció, ahova elmentem, ha esett, ha fújt, ha tél volt, ha tavasz volt, bármilyen idő, ma is elmegyek hetente egyszer, mert a vasárnap meg kell, hogy kapja az ő virágát. Egyébként, hogy ne legyek magam, megtaláltam én önmagamat. Valahogy azt hiszem, hogy kicsit elusvából faragtak engem, ezt különben két orvos megállapította, két alkalommal. Az egyik alkalommal egy kíza napon az történt, hogy az esküvő komán névnapját ültük, és nem kísértek le a lépcsőházba, csak nem találtam meg a steget, és 11 lépcsőt így mélyekülést tanultam gyakorolni, és így lecsúsztam. Így a szabad esés törvénye, meg a fizikai ilyen esés törvénye volt. És szépen én így elindultam az a 11 lépcsőn, kiütöttem a fejemmel a fejemet, így ajtó vastag üveglapját, azon kidugtam a fejemet, semmi baj nem történt az arcomnak, se a fejemnek, meg se karmoknak se volt. De azért ott tartottak egy hétig a kórházban, mert ki tudja. Végül az orvos azt mondta, hogy ő nem tudom, trebátán kálásen, bíj, recíti doktorát. Mert én játszott vörgök lábuk. Figyelték a fejem, hogy nem találnak valami olyan alkotásokat, egy ilyesmi, ugye? Mondom, doktorát, ha miért poznatom, mondom, tehát olyan jó stóz vagy én. Na, ez a doktorinak a fiacskája, így a bal első kerékében ennél a kerékpáromról úgy eldobott 12 méterre. Azt nem mondtad, hogy becsúlva, ugye? És mikor hallottátok már olyan, amikor magasról egy görögdínyét ledobnak? Hát a fejemet úgy éreztem, hogy nagy görögdínyé, és most így a betonról egy szép nyomcsam. Többet nem tudok. Aztán a kórházban, mikor azt mondom, akkor észrevettem. Hát akkor is fényképeztek meg mindenféle, akkor a rehabilitáció sora következett mindenfélében. Ugye a tervezőnyösebb ilyen díjakat kell fizetni. Hát a többi, ami marad, az hideg vízre nem elég, úgyhogy akkor Ilonának eszébe jutott, hogy hát ezt is lehet kamatoztatni, ugye szedtem őt, és akkor előszedtem, és akkor ez van. Úgyhogy most már olyan viszére tettem szert, hogy is mondjam, most mindenki már csendem magamat tényleg, hogy nevet szereztem magamnak, hogy hogyha Barassi Ilonához bennek, Ilonához mennek fölkészülni, akkor biztos, hogy teszik. Úgyhogy már még csókáról is jött egy ilyen üzenet. Úgyhogy, ja, most a csókát említem, ott van a lányom, mindannyian ismeritek. Azt is tudjátok, hogy jogot végzett a kedves műuram szintén. Úgy örültem, hogy ki tudtam őket segíteni egy 1200-300 márkával, hogy március 3-án és 1-én meg tudták kamat ügyvédi irodájukat, amiért már kirojtolódott a számszíve legalább 15 éve. Hogyha valaminek van perspektívája a tükös életben, ma ebben a nyilvánban, akkor az a maszék ügyvéd. 900, 900.
2000-ben, január 1-én, 00 órakor kezdődik a harmadik évezred. A harmadik évezred, nem század, és a 21. évszázad. Nektek, vagy esetleg mindannyiunknak megadhat az a szerencse és megtiszteltetés, hogy ezt megérjük. Ez nagyon-nagyon derék dolog lenne az életünk, azért, mert ennyi talán meg is érdemeljük. Na most, így ahogy a beszédből hallottam, hogy vannak még élő szülők. Úgy gondolom, hogy nem sok helyen, de van még élő szülő. Nem? No, ne felejtsétek el, nagyon szeretnék látni, hogy a tantestület és ti is kollektívan nagy szeretettel köszöntjük a ti szüleiteket. Igen, igen. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyermekeiteket, unokáitokat, azt már nem lehet hozzám mondani, a De én azt hiszem, hogy nagyon kevesen tarthatnak közületek a dédunokánál, ám már Eltalálkoztam, van egy simán, drága unokám, Julianna, 17 éves. Egy akkora zsivány, hogy a főt nem fogjott a hátán még akkorát, de imádja a nagyanyám és oldjuka. Most második, igen, nagyon aranyosak, így van, én is aranyos. Most második gimnáziumba jár Szentára, és alig várja a nyarat, amikor jön a nagy imához. És akkor mit tudok cserélni a fiunkról, az udvarlásról, amire. Nem hiszem, hogy az anyjának annyit sustak a fiúkról, mint a rosszal anyjának elmondani. Hát én hallgatok az esemény, nem hallottam semmit, nem tudok semmit. Különben minden hónapban van egy újabb szimpátiája, még az a jó, hogy ne legyen állandó. Az én időm legyen. Ez már többet is itt voltam, mint amennyit lehet, mert úgy vagyok, mint az a kisegér, ami fölhúznak, és akkor elvesztik az egyik a macska előre. Hát én egy kicsit tudom, most már tudom. Aztán a fölhúzásom, és hát ezennel búcsút veszem tőletek, estére én nem mehetek sehová jönni. De nincs gyártam, hogy erőm sem. Úgyhogy ki van szabva, ő a testvérem, ha ő az arcomon látja a kimerültséget, akkor nekem haza kell menni. Így mondták végén gyerekkorunkban, Idi Kucsi, mama Cici. Ja, igenis, az a dolgok, hogy a Klár is mondjon valamit. Akkor visszajöjjön! Igen! 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 Igen!